November 1-e minden szentek ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja a katolikus keresztény világban. Ez mai formájában is több mint 1000 éves ünnep, eredetében és jelentésében pedig visszamegy az első keresztény századokra. Több tízezer hozzátartozó látogatására számítanak a nyíregyházi északi temetőbe idén is minden szentek ünnepe alatt. Változik a nyitvatartás és az autóforgalmat is korlátozzák majd a temető egész területén. A Minden Szentek napján az üdvözült lelkekről emlékezik meg a katolikus egyház. Gyakori tévedés, hogy november 1-ét nevezik a halottak napjának, pedig ezen a napon Minden Szentek napját ünnepeljük. Előbb itt november 2-án tartják. A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta először önálló ünnepként a halottak napját, de a liturgiákban már az időszámításunk szerinti 3. századtól megtalálhatók az ünnepre vonatkozó feljegyzések. Széles körben pedig a 11. századtól terjedt el a keresztény világban. Témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Gál Sándor, a nyírségi református egyházmegye esperese. Jó napot kívánok, esperes úr! Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk a stúdióban, és bár minden szentek a téma, én azért, hogyha jól tudom, a protestánsok kicsit másfajta hangsúlyt fektetnek erre az ünnepre. Miért? Hát azért, mert protestánsok vagyunk. Nyilván ez a nagyon tömör és egyszerű válasz erre a kérdésre. Ahogyan a felvezetőben is hallottuk, a Minden Szentek ünnepe, vagy a halottak napja, egymáshoz kapcsolódó napok ezek. A protestáns egyházakban nem kerülnek megünneplésre, és nyilvánvalóan kérdés lehet a kedves nézőkben, hogy mit keres itt egy református lelkipásztor a felvételen. Azt gondolom, hogy keresztény társadalomnak nyilvánítjuk ugyan a magyar társadalmat, vagy ez a vágyunk, hogy keresztény országként jelenjünk meg az európai nemzetek sorában. A halottak napja kérdése, a kegyeleti megemlékezés az már korántsem vallási kategória ebben az országban, hiszen ha a közutakra gondolunk és arra mobilitásra, ami ezekben a napokban történik, akkor azt kell mondani, hogy ez egy össztársadalmi mozgás, amely azt sejteti mindannyiunkkal, hogy az embereket érinti ez a kérdés, és ami az embereket érinti, az a protestáns egyházakat is érinti, és olyan kérdésekre kell válaszolnunk, amely nem abszolút felekezeti korlátok közé szorítható kérdés, hanem az embert érintő kérdés. Halál, élet, halottakról való elmélkedés, gondolkodás, elmúlás kérdése, ezekre van válaszunk a Szentírás alapján. Mindjárt beszélünk erről is, de azért bennem még ott motoszkál a kérdés, hogy miért nem. Tehát, hogy a Minden Szentek ünnepéről beszélünk, hát akkor jogos a következtetés, a protestánsoknál nincsenek szentek. Tehát, hogy ez így nem jöhet szóba. Ellenben mégis van valamilyen elméleti alapja annak, hogy máshogy fektetnek hangsúlyt a protestánsok erre a napra. Hát alapvetően a szent és a szentség fogalom értelmezése más. Mi a Szentírás alapján szentnek tartjuk mind azokat az embereket, akiket Isten kiválasztott, tehát a szó értelmezése alapján azt mondjuk, hogy vannak szentek, szent életű emberek, akiknek az életén nyilvánvaló Isten munkája különösképpen megjelenik, azonban ezek a szentek nem jelentenek egy felsőbb kategóriát a szó nagyon emberi értelmében, hanem az Istennek való engedelmességük alapján váltak méltóvá arra, hogy a figyelmünket rájuk fordítsuk. A protestáns tanítás szerint ember és Isten között egyetlen közben járó van az Úr Jézus Krisztus, az ember élet Isten, és ezért protestáns teológiában a szentek megnevezésére, illetve a szentek közben járására nem tartunk igényt, ha nagyon emberi módon fogalmazok, mert Krisztusban szabad útja van az embernek az atyához. Hogyan
nem azt mondom, hogy hogyan éljük meg a gyászt, hanem hogyan éljük meg a megemlékezést. Tehát ilyenkor november 1-én és környékén a halottainkra való megemlékezést. Hívő és hitetlen ember esetében egyaránt azt látjuk, hogy megmozdulnak az emberek, akiknek gyászuk volt, kedves családtagjuk, barátjuk, ilyenkor az emlékezés napjait éljük át, és azt gondolom, hogy felekezeti hovatartozás nélkül egyfajta belső intelligencia, az emberi méltóság része az, hogy a megemlékezésünket külső jegyekben is megnyilvánítsuk. Virágok vásárlásával, temetők rendbetételével, a temetőben való megállással és megemlékezéssel is ezt mi is megtesszük a híveink közösségében, a templomaink közösségében azokkal az emberekkel, akik a kérdéseikre, a lelki fájdalmukra, a gyászukra nem egyszerűen racionális válaszokat akarnak kapni, hanem a Szentírás biztos tanítás alapján kívánnak nyugalmas feleletet találni. A protestánsok is imádkoznak a halottaikért? Nem imádkozunk a halottakért, mert a hitvallásunk szerint és a Szentírása alapozottan fogalmazott hitvallásunk szerint, amikor bezárulik egy embernek a földi életútja, akkor már nincs lehetőség arra, hogy különösebb változásokat idézünk elő a másik ember lezárulott életében. Az imádkozásra, az Istennel való kapcsolatra a földi élet kereteiben van lehetőség. Erre buzdítjuk az embereket, a híveket. Tehát a közbenjárás, a halottakért való közbenjárás az a protestáns tanításon kívüli elgondolás és tétel. Emlékezni viszont emlékeznek, október 31-én a Reformáció emléknapja lesz, ugye 501. évfordulóját ünneplik a protestánsok a Reformációnak, és hát mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az 500. évfordulónak az árnyékában. Hogy telt a 5000 éves születésnap? Hát köszönjük szépen, nagyon jól, rengeteg előkészület után méltóság teljesen és rendkívüli aktivitással, ami azt jelenti, hogy nem csak megrendezett ünnepi pillanatok, fennkölt órák, fénysugarak, ragyogásoknak lehettünk a tanúi, ezek is jelen voltak az elmúlt ünnepi esztendőben, hanem azt gondolom, hogy a visszaemlékezésben, a reformáció eseményére való visszaemlékezésben nagyon sok minden megvilágosodott előttünk azokból a tételekből, amelyek hát az azóta eltelt időben nem homályosodtak meg, de talán egy picit megfáradtabban voltak jelen az egyház, a protestáns egyházak életében. Fantasztikus élmény volt újra tanulni, újra tanítani, prédikálni, megénekelni, megzenésíteni, megverselni az 5 szóla mondást, ahogyan ezt mi nevezzük, az egyenül a Szentírás, egyenül hitáltal, egyenül kegyelemből, egyenül Krisztus tételeket, ezeket az egyszerű, de nagyon velős reformátori tételeket elhelyezni a 21. századi közegben, ez nem csak élmény volt, hanem az a megtapasztalásunk, hogy sok-sok gyülekezet életében, sok-sok református, protestáns keresztény életében felcsillanásig vezetett ez a dolog. Tehát mondhatjuk akkor, hogy fel van adva a lecke a folytatással kapcsolatban, és az 501. hogyan fog telni születésnap? Az 501. nyilván az 500. lendületével folytatjuk tovább az Istenhez való hívás nagy-nagy szolgálatát az egyházainkban, gyülekezeti közösségekben kisebb-nagyobb összefogásokkal ünnepeljük a 31-ét. Itt Nyíregyházán a Városi Egyházközségben az evangélikus egyházakkal és a többi református egyházközséggel a városban egy néhány éve kialakított hagyományt valósítunk meg. Az evangélikus templom elől indulunk ebben az évben fáklyás felvonulással, Genfi Zsoltár énekléssel, hogy stílusosak legyünk az őseink ajándékához, örökségéhez, keresztül a városközponton, városház előtt megállva néhány percre
megyünk át a református templomba, ahol ünnepi istentiszteleten adunk hálát azért, hogy a Szentírással a kezünkbe és a bibliai válaszokkal a szánkban, a szívünkben jelenhetünk meg a társadalomban. Köszönjük szépen, Esperes úr, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.